akik egyrészt nem tudtak valamilyen elfoglaltság miatt eljönni a Bajor-német Sörlestre, és ezt könnyes szemekkel vették tudomásul, hogy mi itt nagyon jól éreztük magunkat, és mindent elkövettek azért, hogy ők is el tudjanak jönni. Illetve üdvözlöm azokat az új klubtagokat, akiket pedig az előző rendezvény óta vettünk föl. Dömény Zoltán, az Első Paksi Sörklub ötletgazdája köszöntötte a második est vendégeit a Dunahotelben tartott összejövetelen. A bajorsöröket követően ezúttal belga különlegességeket kóstolhattak a megjelentek. Az eseményen a domovári Kissler Sörfőzde is bemutatkozott. A családi vállalkozás 1993-ban alakult, jelenleg 10 különböző ízű nedűt készítenek. A világos és a barna az hagyományosan megvan nekünk is, de ugye a trendi dolgok, a fűszeres és a gyümölcsös sörök, tehát mi is szerettük volna kipróbálni magunkat. Most már abból is 4 vagy 5 féle van a palettánkon. A különlegessége talán az nekünk, hogy mi nem utólag ízesítjük a söröket, hanem a komlózás folyamán tesszük bele a sörlébe a gyümölcsöt vagy a fűszert, együtt főzzük, együtt érleljük, és így egész más zamata van, mint a utólag ízesített söröknek. Az ital mellé étel is dukál, a vacsora menüt Ambrózi Aladár mesterszakács készítette. Az előétel tomb, hurkával és tárkonyos szószal, a főétel flamand gulyás, sült krumplival, még a desszert waffel belga csokoládéval, marinált eperrel volt. A rendezvények színvonalas szervezése Tóth Kitti feladata, csak úgy, mint a tagsággal történő kapcsolattartás. A titkár az első est tapasztalataival gazdagodva készült a belga sörestre. Főként építő jellegű kritikát kaptunk, és nagyon sok pozitív visszajelzést. A vendégeknek a többsége azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát, és nagyon tetszett nekik, haladjunk tovább ezen az úton. Természetesen kaptunk néhány javaslatot is a jövőre nézve, hogy mit lenne érdemesebb még beépíteni a programok keretébe. Igyekeztünk ebből már néhányat ugye a mostani sörestre is átépíteni, némileg több dekorációval, kicsit színvonalasabb zenei világgal megoldani a rendezvényt. A zenei aláfestést ezúttal a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola klarinét kvartettje szolgáltatta. Legközelebb március 10-én kedden a cseh sörökkel ismerkedhetnek az Első Paksi Sörklub tagjai.